Mindenképp szeretnénk az U18-as bajnokságban, ami NB1-be indul, sikeresen szerepelni, hogy ez mire lesz elég, azt majd a bajnokság végén meglátjuk. A siker számotokra mit jelent? Eredmény a siker, vagy pedig a játék a siker? Hát mindenképp az eredmény is bent van ebbe, de elsődlegesen az, hogy a játékosokat felkészítsük a megfelelő szintre, hogy később a klubba, NB1-be, NB2-be tudják folytatni, de inkább NB1-be a játékot. De természetesen az eredményességet is szem előtt tartjuk, és már meg kell tanulni ezeknek a legényeknek győzni is. 18 évesek jövőre már kiemelt országos bajnokságba játszanak ifi alba, és utána pedig már bárki jöhet, bármi kijöhet belőle. Nyilván az eredményességet is szem előtt tartjuk, de még egyszer mondom, hogy azt a jó játékot, azt a csapatjátékot, hogy a fiúk tudják, hogy mi az, hogy csapatjáték, melyik poszton, mi a feladatuk, az is a mi feladatunk, hogy megtanítsuk nekik, de nem az eredményesség rovására nyilván. Ilyenkor mennyire kell arra figyelni, hogy gyakorlatilag ugye az edzéseknél is fontos, hogy ott legyen, meg azért tanulni is kell? Hát azt hiszem, hogy ők már régóta itt vannak ebben az iskolákban, ők már ezt tudják, hogy mi a megfelelő arány a futball és a tanulás között. Profi játékosnak készülnek, és én arra készítem fel őket, hogy az életben is és a tanulásban is profik legyenek, mivel hogy labdarúgók és nem tudjuk, hogy milyen sérülések vagy merre veti őket az élet, hogy mindenben otthon legyenek, mind a tanulásban, mind a futballban.